A viszonylag nyugatnyár után ismét felé lett a balkáni migrációs útvonal, erre figyelmeztetnek a szakemberek, és ez derül ki a legfrissebb adatokból is. Bosznia-Hercegovinába és Horvátországba is megállás nélkül érkeznek a bevándorlók, közben a magyar határnál sem csökken a nyomás. Egy nap alatt ismét több mint ezer határsértőt állítottak meg a hatóságok. Tábortűznél melegednek a migránsok a szabadkai központ mellett. Az épületben és az udvaron felállított sátrakban sem jut mindenkinek hely, ezért sokan a közeli erdőkben húzzák meg magukat. Az éjelek egyre hűvösebbek, a legtöbben így minél gyorsabban szeretnének továbbindulni. Folyamatos a szervezkedés, a bevándorlók mobiltelefonon egyeztetnek az embercsempészekkel arról, hogy hol és mikor próbálnak majd átszökni a szerb-magyar határon. Csak az elmúlt 24 órában több mint ezer illegális migráns takadályoztak meg a magyar hatóságok, de szinte minden nap hasonló a helyzet, hiszen az utánpótlás folyamatosan érkezik a magyar határ szerb oldalára. A szabadkaiak napközben már bezárják a kapukat, az esti órákban pedig, ha nem muszáj, nem mennek ki az utcára. Sokan félünk, hogy na, ki tudja milyenek, hogy veszély, nem veszély, még ez a lődözés, mi minden, hogy na, így jó, jócskán lehet látni. A makhetes város részben élők szerint a taxisok megállás nélkül érkeznek a környékre, és probléma az is, hogy a mindennapi életüket is megnehezítik a migránsok. Ne možeš da spavaš, ne možeš Nem lehet aludni, nem lehet semmit sem csinálni. Félünk, nem tudjuk, hogy van-e náluk fegyver vagy nincs, mert lövöldöztek itt. Voltam két egymást követő hétfőn a kórházban, mert kiugrott a vállam, és nem lehetett leülni a váróteremben, annyian voltak. Panaszkodott egy helyi nő. Nem csak a szerb-magyar határon nő a próbálkozók száma, ez a felvétel nemrég a horvát fővárosban készült. A rendőrök egy több mint húsz férfiből álló migránscsoportot fogtak el a zágrábi vasútállomáson, a bevándorlókat kis buszokkal szállították át a rendőrkapitányságra, ahol előállították őket. De nem ez az első ilyen eset, gyakori ugyanis, hogy a bevándorlók a vasútállomások környékén gyülekeznek Horvátországban. Riekába is naponta több mint 150 bevándorló érkezik. A városvezetés szerint már nem lehet ölbetett kézzel nézni a folyamatosan romló helyzetet. Azt tervezik, hogy évvégéig kitakarítják és lefertőtlenítik az állomást. A Vöröskereszt szervezete pedig kivonul és ételt oszt majd az illegális bevándorlóknak. A Horvátországba érkező migránsok többsége Bosznia-Hercegovina felől indult útnak, így itt is érezni, hogy ismét felé lett a nyugat-balkáni migrációs útvonal. Az embercsempészek is egyre aktívabbak a térségben. A horvát bosnyák határtól nem messze, a napokban egy olyan embercsempészt fogtak el a hatóságok, aki tudatmódosítószer hatása alatt állt, ráadásul jogosítványa sem volt. A kamiont egy közúti ellenőrzés során állították meg a rendőrök, 19 migráns bujkált a kocsiban. Később kiderült, hogy a jármű sem volt megfelelő műszaki állapotban, vagyis a sofőr balesetet is okozhatott volna. A bosnyák védelmi miniszter szerint a migráció egyelőre kezelhető Boszniában, de figyelmeztetett arra is, hogy Szerbia irányából egyre többen érkeznek, ezért a helyzet romlására kell számítani. Magyarországon is erre figyelmeztetnek a szakemberek. A kormány éppen ezért döntött úgy, hogy tovább erősíti a magyar határzárat. A munka már hetek óta zajlik, összesen 165 kilométeren lesz magasabb és biztonságosabb a kerítés.